Egy aprócska szünet után ismét itt is lennénk. Hát egy elég könnyed Bio 3-as széria után megérkezünk a mai utolsó Bio 3-as szérián Európán. Ugye még lesznek mérkőzéseink, csak ugye ők már Amerikában. Csinálják úgy, Buci, hogy én az egyiket, te meg a másikat. Mármint? Az egyik csapat, aki megküzd, a Splice lesz. Míg a másik a Ninjas in Pyjamas, tehát pizsamában lévő ninják fognak majd a kígyók torkának, vagy legalábbis testének esni, csak nehogy az legyen, hogy a nyálkás bőr kicsúszon a kezei közül. Ugyanis én azt gondolom, hogy ha te most az előbb azt mondtad, hogy a Misfits viszonylag egyszerűen nyert a Mysterious Monkeys ellen, akkor sajnos nem mondhatok mást, mint azt, hogy a Splice talán még egyszerűbben tud nyerni a NIP ellen. Egyszerűen az NIP nem találja sehol sem jóformán a helyét, a helyzetét az LCS-ben. Nincsen még győztes mérkőzésük. Jó, persze már egyet elhoztak, egy-egy meccset ugye a BO3-ból, tehát a szérián belül már sikerült nagy nehezen nyerni, de az, hogy 0-8-as állással jelen esetben ugye az A csoport utolsó helyén állnak, hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy így az orihenes időszakra, vagy legalábbis a tavaszi orihenre hajaznak nagyon, miközben a játékstílusuk, illetve a játékuk merőben más is merőben a játék korai szakaszán jobb, mint ahogy tavasszal az orihené volt. És egyszerűen az early game után, minthogyha befutcsolna a tudás is ennyi. És az az érdekes, ugye, hogy már sikerült meccset elhozni. Mérkőzés ugye nem. Viszont amikor meg tudnak nyerni, akkor meg nem úgy nyernek, hogy akkor nagyon picin múlik, hanem akkor egy kicsit jobban. Nem azt mondom, hogy teljesen leigázzák a másik csapatot, mert ez nem igaz. De mondhatjuk azt, hogy amikor sikerül felvennünk a versenyt, már a játékkorai szakaszában, akkor utána valahogy van esélyük, hogy nyerjenek. És egyébként emiatt is van az, hogy ugye sikerült már meccset nyerniük. Viszont valami nagyon nem stimmel náluk, mert hogy én valahogy nem tudom megérteni, hogy mi az, aminél ilyen könnyen el tudnak vérezni. Megvan bennük a potenciál, hiszen láthattunk már mindannyiuktól azért olyan megmozdulás, amire azt mondtuk, hogy wow. Viszont amellett, hogy ezek a megmozdulások jók voltak, valahogy úgy, mintha nem állna össze az egész. Mint hogyha van egy recepted, megvannak az alapanyagok, amiből egy nagyon jó étel, vagy egy desszert lehetne, bármelyik egyébként. Oké, csak azért mondom, ez most testhez álló ez a példa. Szóval, hogy megvan minden alapanyagod ahhoz, hogy jót alkoss belőle, megcsinálod, kimérd az alapanyagokat, összerakod, berakod mondjuk a sütőbe, kiveszed, és hát mi ez? Mint hogyha mondjuk random megjelenne egy kismacska a sütődben, amikor azt várod, hogy egy piskótlád legyen, és így nem értem, hogy... Ez mondjuk fura lenne. Hát nyilván, de hogy valami hasonló hasonlatot csak működésbe hozni, hiszen annyira meglepő, hogy, hát, hogy pedig lehetne esélyük arra egyébként. Én annyira vártam, amikor még csak 0-7-ben voltak, én annyira vártam, hogy na, most, végre most. Valamit, tényleg srácok, valamit. Nem feltétlen gondolnám, hogy a Splice lesz az akit meg tudnak állítani. Egyrészt a Splice-nak kötelező a győzelem, tehát nekik rettentően fontos az, hogy Unicorns of Love-ot, illetve az éjstükét a saját csoportjukba ne engedjék elhúzni. Tehát a Splice-nak most muszáj ezt a mérkőzést megnyernie, és az a jobb számukra, hogyha 2-0-ra, ugyanis számít az, hogy ki mennyi meccset győzött, illetve elveszített az egész szezon során, és ugye pont emiatt a B csoportban rettendő fontos lesz ez a meccs különbség, meccs arány. Ezért necces, hogy a Unicorns of Love tegnap például ugye 2-1-re kapott ki, tehát már így is úgy is rosszabb lett volna a statisztika, hogy a 2-1-re győz, mint mondjuk egy éjstöki, aki esetlegesen 2-0-ázik. Tehát muszáj lesz most a Splice-osoknak győzni, minden esélyük meg is van rá. Hogyha taktikákat nézünk az NIP ellen, akkor általában ugye ők, akik arról beszéltünk már, hogy az early game-et elég jól el tudják hozni, az első gyilkosságok 78%-át megszerzi, ami azért brutális, hogyha azt nézzük, hogy 18 mérkőzésen vagyunk túl, 18 meccsből 78%-ban elhozták az első gyilkosságot, tök jó. Az első tornyokra is ki tudnak fordulni ugyan, nincs olyan nagy arany hátrányuk, amikor a 15. percről beszélünk, de egyszerűen az, hogy Nagné teljesen megfogják, és egyszerűen Nagné semmilyen segítséget nem kap Shooktól, az szörnyű. Tehát egyszerűen valahol át kéne alakítani a Ninjas in Pyjamasnak azt a fajta koreai játékát, hogy Nagnét ne lehessen behindba pakolni.
No de, Ninja Zin Pyjamas felállás, a Profit felsősvén Shook, a dzsungelben Nagné középsősvényen, illetve Hikyu és Sprattel párosa majd. Az alsősvényen ők, akik eddig 2 darab mérkőzést tudtak nyerni abból a 18-ból, amit mondtam, viszont széria győzelmük még nincsen, és mostantól, hogyha megnyernek minden meccset, akkor talán nagy nehezen el tudják kerülni azt, hogy biztosan kelljen játszaniuk majd az LCS-ben való maradásért, de közben a Splice-osok. Igen, érkezik ugye a Wunder a felsősre, Trashy a jungleben, Senkax a középsőre, Meek, Kobe, illetve Miki az alsősvényre. Hát, egyébként Buci ugye, amikor az előző BO3-es szériát megkezdtük, akkor is pont úgy kezdtük el, és akkor volt az, hogy kiemeltem egyébként azt, hogy nem jó annyira a Mysterious Monkeys, viszont nincsenek leghátul. Jó, nyilván a csoporton belül igen, de hogyha összességében megnézzük, akkor pont a ninják azok, akik mögöttük vannak. Igen. És ameddig mondjuk egyik oldalon felhozhatjuk azt, hogy ugye érthető okok miatt egyébként pont a ninjáknak van eddig a legkevesebb győzelmük EU-ban, addig megérkezünk a hősies választások, belépővel ennyi. Megérkeztünk a választási és tiltási fázisba. És még a zene is beindult. Splice piros oldalon, még az NIP majd kék oldalon kezdi meg a BO3-as szériát. Ne felejtsük el, 7.14-es patch mindenki elérhető, tehát Kane is jöhet, vagy Kain, hogyha már Abelünk is van, vagy ahogy tegnap mondta Darcig, ugye Kanye West, de eddig egyelőre tényleg West. Mármint, hogy elveszítette azt a mérkőzést, amikor jött, de nem tudom, hogy bármelyik csapat szeretné behozni esetlegesen a dzsungelbe. Valószínűleg még nincs meg az a csapatkom, nincs meg még az a 200 meccs ezzel a hőssel, ami annyit hozhatna, hogy akkor legalább biztosan el lehetne hozni, de nézzük a tiltásokat. Majd, hogy nem most már, ugye 7.14-ben kimerem azt jelenteni, hogy a Cho'Gath, Elise, Zac az egy piros oldali 80%-os tiltás ez a három hős. Durva, nagyon sokat tiltják ezt a három hős most az elmúlt tegnap, illetve ma piros oldalról. Viszont ugye érkeznek a választásaink. Amíg ugye az egyik oldalon ott van az a két lény lövész, addig a másik oldalon érkezik hozzánk egy Braum, érkezik hozzánk egy Szejuán, akit láthatunk az előző mérkőzésen, hogy van benne potenciál, vannak jó tulajdonságai, viszont ott azon a mérkőzésen érthető okok miatt egy Zekkel nem tudta felvenni a versenyt, de egy trash választás érkezik, hiszen ő maga nem lett kivágva. Ugye Winter is coming, ugye ezt mondtuk tegnap erre a Szejuáni és Braum párosításra, akik tök jól tudják egymásra építeni a passzív, illetve jelzők halmozását. Tehát amint megjön a négy jelző Szejuáninak, ő a mélyfogyasztást tök jól tudja alkalmazni, és időközben még majd Braumnak is a passzívja felsztekkelődik, tehát egymás után tudják folyamatosan kábítani, illetve lassítani ellenfelüket, és hogyha még erre jön egy szindra, akkor egyszerűen mozogni nem lesz képes a Ninjas in Pyjamas adott, elkapott embere, és azért nem felejtsük el, hogy egy Szejuáni ugorhat előre egy feldobásba, de dobhatja jobbra mondjuk a Gletscher Burton, tehát az érkező például flanket is meg lehet állítani ezzel az ultival, és én úgy gondolom, hogy jó pofa lett ez az ulti átalakítás, bár sokkal látványosabb volt a régi. Jhin tiltás Kalista után, tehát két lövészt már tiltott az NIP, míg a Splice ráfekszik a dzsungelre. 5-ből 5 dzsungeles tiltás. Hihetetlen, ha ezt lehet mondani, és egyébként meg is érdemli Shook. Nagyon ügyesen játszik a srác a játék korai szakaszán, de azt kell, hogy mondjam, hogy Nagnét kéne bizony megtámogatni. Főleg azzal a Táliával, hogyha a Tália kap egy-két gyilkosságot, azért az nem rossz neki. Ő is mondjuk talán egy picit az a tankosabb, illetve biztonságosabb középsősvényesnek számít. No de, milyen dzsungelt hoz most Shook? Ki maradt bent? Lee Sin esetleg. Lee Sin még egyébként nem maradt. Ötször már láthattuk, hogy ugye elhozta. Tény, hogy egyszer sem tudott vele nyerni, de hát ez pont olyan, mint a Thalia. Ő is már 5-ször itt volt nekünk. Nyilván ő sem tudott egyébként sok levegőhez jutni a mérkőzések során. Viszont ugye a Splice oldalán ott van a Varus lövész, ami egy jó válasz lehet egyébként. És ha megnézzük, hogy ott van romláslánca, ott van a Syndra kábítás, ott van a Szejuáni végső képesség, vagy csak a passzív fogyasztás, illetve a Braum jelzők, akkor már most egy olyan Splice-ról beszéltünk, aki azért bőven szükséges és érthető az a megtisztulás, ami ott van Nagnénál. És
eddig egy Jarvan választás, illetve egy Evelynen gondolkodnak, ami Maokájá is fordulhatna, akár hiszen Maokájt is láttunk már a mai nap folyamán, és mondhatjuk azt, hogy egy jó jungle-es volt, de hát nehéz eldönteni, hogy kiváljuk-e azt a fát, vagy inkább. Egy Olaf, egyébként még ott volt egy Olaf is, és azt nézzük, hogy mennyiféle kábítás van a Splice-nál. Egy ragdarökös Olafra egyik se hatna. És azt tudjuk, hogy Olaf Sejuani-nak az összes harcosát meg tudta volna verni, hogyha nem állítja le időközben Sejuani a próbatételt, vagy a birkózást is inkább felajánlja Olafnak, hogy szolgáljon már inkább mellette, mint ellene. De hát érdekes, persze Lee Sin jó, egyetértek. Nagyon nagy kérdés, hogy egy ilyen iszonyat heavy hard CC kompozícióban, amit a Splice elhozott, mit fog tudni csinálni az a Lee Sin, aki beugrik és ott marad? Az a baj, hogy ő ott fog maradni. Ne legyen igazam, tehát viccen kívül, ne legyen igazam, legyen jó ez a Shook Lee Sin, de beugrik bárhova, és jóformán minden egyes karakter pillanatok alatt tudja kábítani, feldobni, valamit csinálni vele, mert a Splice-nál az a CC mennyiség, amit hogyha jó ütembe tudnak kitolni magukból, akkor... Nézd, mindenki. Szörnyű. Igen. És a felsősorban ugye a végén érkezett nekünk egy újabb olyan karakter, akinek egyébként van kábítása a Hextech ultimátummal. Uh-huh. Ki tudja lökni az összes csapattársát a NiP játékosainak közelébe, de annyira nem tudom elhinni egyébként, hogy tényleg ott lett volna az Olaf, aki legalább fel tudja venni a versenyt, be tud tankosítani, nem fognak rá a tömegirányító hatások, semmi, de nem, egy Lee Sin. És ott van az a Lee Sin, aki tényleg beugrik, és nem fog tudni menekülni. Mert hogy nem csak hogy őt kapják el, hanem ha a lövészt el tudják kapni, akkor már megint ott járunk, hogy még mindig nincs semmi válasz. Az biztos, hogy a megtisztulásra szükség volt, illetve higanyövre is biztosan szükség lesz. Valószínűleg majdnem, hogy a legelső tárgyak között be kell ráruházni, hiszen ha... És még akkor se lesz elég. Szóval megtisztulsz mondjuk a Brown passzívtól. Jó, akkor egy romlásra. Jó, akkor ha azt valahogy kikerülöd, akkor egy színre gyengék szétszórásra. Vagy egy Sejuani végső képesség. Hát nem tudom. Brutális. Hogyha ezeket ténylegesen meg tudják játszani, már mint úgy értem, hogy ha jól tudják majd kihozni a srácok ezeket CC-ket, akkor mindenképpen jó lehet. És mostanában egyébként, mivel 7.14-ben vagyunk, már azért látszódnak az új SKT skinek is. És megérkezik, nincsen egyébként semmiféle inváziós kísérlet egyik csapattól sem. De rettentően kíváncsi leszek majd. Ugye azért mind Profit, mind pedig Wunder be tudja fogni a másikat a saját ultiába. De azért ne felejtsük el, hogy van egy falhorog Wundernél. És azért az egy rettentő jó kezdeményezés. Amúgy Wunder Dorán pajzsával kezdett, hasonlóan egyébként Kobihoz. HQ pedig Dorán pengét választott, ezt Caitlynnel talán megszokott. Illetve egy normális választás, tankosítani pedig majd a támogatók fognak. És természetesen Thresh-nek a Sejuani-ja. Egyébként Nagni-nek ugye a kulcsmesterség választása azért is jól jött a számára, hiszen ha egy kábítás alul ki tud kerülni, akkor ha valahogy még elég sebzésbe tud vinni ellenfelének, akkor a gyorsítás miatt könnyebben ki fog tudni jönni, ha ugye mondjuk nincs villanása, de a villanása igazából a legnagyobb mentőérv jelenleg, amit ki tud használni, illetve maximum az, hogy vissza tudja dobni az ellenfelét, ha jól tudja pozícionálni a képességét. Viszont én féltem azt a Thalia-t. Nagyon szeretem egyébként a Thalia választásokat, mert nekem nagyon tetszik maga a kit, meg úgy igazából az egész hűs jól össze van rakva. Abszolút. Csak Nagninál ugye eddig nem kapott nagyon sok levegőt, hiszen amikor ki tudta volna fejteni a hatását, akkor nem volt ott pont mögött egy olyan csapat, akit meg tudta volna támogatni ebben. Na most és ugye ez a Lee Sin sem egy olyan választás. Most már hagylak bucilélek beszélni. Nem az, csak azt mondom, hogy megint tök jó az a megtisztulás, csak hogyha jön egy harmadik, negyedik szintű rajtaütés Thresh-től, akkor simán ki tudják várni azt, míg a mélyfagyasztás
amit egyébként majd most szépen még láthatunk is. Ez ugye egyrészt a szörnyek ellen is tökéletesen jó a bónusz sebzés miatt. Tökéletesen ki tudja várni a mélyfogyasztást, hogyha meg is kapja a mélyfogyasztást Nagni, akkor pedig Senkex tud rettentően jól pozícionálni. Hogyha elhasználja azt a megtisztulást, akkor megint csak két olyan kábítás van, esetlegesen egy középső ösvényes rajtaütésen, ami kulcsfontosságú lehet. Shook pedig szépen halad a dzsungelbe, azért a gyorsaság az mindenképpen talán az ő számlájára irandó. Bár mondjuk Trashy is egész jól halad, és most nem is olyan sok életerőt veszít. Ugye talán ez a picit gyengesége Szedzsuhánynak az életerő veszítés. De egyébként az, amikor hazamegy, és mondjuk már be tudja fejezni a dzsungeles tárgyát, vagy legalábbis nem még a kiegészítést, hanem magát csak a tárgyat tudja összeépíteni, onnantól kezdve szerintem egyedül végig tudja clearerni jóformán az egész dzsungert. És az első kemélye egyébként Wundernek az EU-LCS során. Wunder egyébként szeret meglepetéseket, illetve olyan hősöket választani, gondolok itt a Top Akalira vagy a Jaxre múlt héten, amik inkább különlegesebb, hát most kipróbálhatja ezt is. Shook. Shooknak egyébként jó az elképzelés. Igazából a probléma ott adódik, hogy ugye Wundernek az életerője már nagyjából a fele környékén van. Ugye életerőtől neki nincs, ergo gyógyítani nem tudja magát, és egy hatalmas mennyiségű minió hullám volt az, ami felé tartott. Az elképzelés szintjén működött volna egyébként ez a Shook. Sneaky-sneaky hátulról valahogy beosanok, de nem volt jó a helyzet, hiszen látta, hogy mennyi minion jön, látta, hogy profilnek több eltereje van, és itt hülyeség lett volna a részéről az, hogyha belülrébb megy. És tudta valószínűleg, nem is kell tudnia, hogy a Shook ott van, az már magában a helyzetben ott volt, hogy nem megy előrébb, hiszen mit csinált volna, profit ott volt, igazából akár még ő is egy villanást kihozhatott volna belőle. Profit viszont hazament és gyorsan vásárolt magának egy Dorán pajzsát, illetve egy ellenőrző őrszemet, erre volt éppenségem pénze. Wunder pedig maradt kint, megpróbálja a minél több miniont visszafarmolni, de azt se felejtsük el, hogy Profit egyébként nem teleporttal ment ki az ösvényére, tehát simán csak kisétált. Az alsó ösvényen pedig Kalista és Thresh. Kalista, bocsánat, Caitlyn és Thresh párosa meglehetősen nagy ösvény dominanciával rendelkezik, de ettől függetlenül Kobi nagyon szépen tudja tartani a farmat. Jó a kábítás közben Nagnéra, elég kevés manája van mindkét középső ösvényes hősnek. Nekem egyébként mindig nagyon-nagyon tetszik, amikor egy Caitlyn, illetve egy Thresh alsó ösvény páros van valamelyik oldalon. Viszont eddig valahogy nem volt meg bennük az az összhang, hogy amikor ugye sikerül elkapnia valakit Sprattelnek, akkor pont a csapdát alá teszi Hiku, hiszen valahogy inkább így köré érkezett ez. És közben láthattuk, hogy azért őrszemeket helyeznek le a játékosok, illetve próbálják azokat takarítani, amennyire csak lehetséges. Tény, hogy eddig inkább mindenki a passzívabb játék irányába fordult el, amennyire ez lehetséges volt számukra. Valahogy még sehogy sem alakult ki, úgy igazán nagy küzdelem. De közben ugye mindenki szépen lassan hazatérne, kivéve az alsó ösvény párosait. Ugye a felső ösvényen most már ott van egy Tiamat, amellé a kis pajzs mellé, Wunder kezében. Illetve még egy kis életerő ital is ott van jelenleg nála. Azzal most egyébként bőven lehet ösvény dominanciája. Tehát ez jó lehet számára. Ugye Profit sokkal hamarabb ment haza, és Wunder sem használja el a teleportját, tehát így most mindkettő felső ösvényes rendelkezik ezen képességével. És végül egyébként az őrszemekért folytatott küzdelmet az NIP nyerte, de nagyon ügyes az a kis láthatatlan őrszem, azt ugye nem tudták felfedni. Ugyan meg tudta védeni Shook azt az ellenőrző őrszemet, a gyorsítást megkapja a sútyarákból, menne is föl. A hármas ládosban megint csak van őrszem, okos játék a Splice-tól. Mind agresszívan, mind pedig defenzíven nagyon szépen tudnak most őrszemezni, és hogyha az őrszem játékra tekintünk, akkor amúgy hasonló mennyiségű őrszemeket helyez el mindkét csapat, viszont a takarításban nagy baja van az NIP-nak. Az, hogy 7%-kal kevesebb őrszemet tud kitakarítani, az sok lehet, az sok lehet. Tehát például ott is ott láttuk azt a láthatatlant, hogy ott maradt, azt nem tudták kitakarítani. És nézd meg egyébként, hogy a Shook folyamatosan lebukik. Hiába próbálna menni bármerre, mindig érkezik valahogy egy őrszem egyébként, ott a kis pozíciójával szemben, hiszen most
profit jól tudja meglépni az akciót, hiszen ott van rögtön Wunder arcában, de nézd meg, ki tud menni, amennyire csak lehetséges, kevés elterjedt, ez tény, viszont és... a villanás a kataklizmából, és a folyamatban lépő vissza, hát a rugás, nem mondanám, hogy ez vissza rugás, mert inkább vissza vágás a lábával, a gyógyítás miatt elég lehet, de látjuk, hogy profitnál valami a monitoron nem igazán stimmelt, úgy, ahogy ennek lennie kell, épp leadják ugye a technikusok, hogy mi is a probléma oka, bár egyébként értető, hogy most pont nála. Ugye ők kezdeményeztek, uh-huh. Tehát meg is tette egyébként Demacia zászlajával a felütést, ugye abból utána menekült egy falhoroggal Wunder, uh-huh. És amint érkezett a kataklizma, abból próbált menekülni, és végül sikeresen menekült el Wunder, villanásra még kijött, és a saját tornya alatt folytatta a játékot, de az NIP kért időt, méghozzá nagy valószínűség szerint profit. Uh-huh. Mindjárt nézzük, vagy mindjárt megnézem, hogy van-e valami információ, hogy miért kért időt az NIP. No, de mondjuk azt vártuk, hogy hogy a Ninja Zin Pijama ez a játék korai szakaszában rettentő agresszív és rettentő jól fog működni. És egyelőre ezt egyébként jól be is mutatják. Akár az alsó ösvényen nézik, akár súk mozgásán. Igen, és egyébként ugye a reakció jó volt, amire a visszajátszás van, hiszen... Nincs visszajátszás, hát ennyi volt. Visszajátszás lesz írtan a logó miatt, hogy valamiről megkapunk egy kis infót. Aztán egy nagyobb a probléma egyébként. Nem, valószínűleg profit félrenézett valamit, vagy nem tudom. Tehát azt tudom elképzelni, hogy valamit ő félre nézett, kattintott. Srácok, béna volt, amikor szünetre lenne szükségem, mert még nem... Nem, lehet, hogy más látott, tehát lehet, hogy ő azt látta, hogy nem tudom, éppen nem tud eljönni, miközben ez egy piros lopás lehet. Igen. Jönni Sprattel, itt van Hikyu. Ó, halálos ítélet mondjuk, igen. Talál. És közben érkezik a háttérben a teleport. Viszont a villanás csere megtörtént. Itt van Profit a fal miatt, Rashi nem tud menekülni. Érkezik rá a végső képesség. Első gyilkosság, és Profit még tovább is lépett volna. De hát nézd meg, itt van Rashi, segít, ahol csak tud. És Senkaxnak ki kell gyorsítani, illetve a villanását is el kellett használnia. Így egy erőteljes indulása az, amit ugye magának könyvelt a NIP. Hiába is volt mondjuk probléma Profitnál. Nem is biztos, hogy a monitorban lehet a kis szemében, a szemüvegében rosszul tükröződtek a dolgok. És Profit ezek után egy vörös szeder háttal vissza tud érkezni a felsősvényre, így pedig egyébként nagyon jó esélye lesz a cserékre. Hiába érkezik az alsősvény párosa egyébként a felsősvényre, a Splice részéről. Jó a kábítás, de nézd meg egyébként megint csak vásárolt egy bokor mellényt Profit, ami azért Wunder minimális gyógyítását azért lejjebb tudja, vagy vissza tudja csökkenteni. Kobi 6-os szintű, ne felejtsük el, van már romlás lánca. Igen. És gyorsan megtörtént az ösvény csere. Hú, szegényként Trashy. Arról azért néznék egy visszajátszást azokról a falfejelésekről. Trashyt látják, itt van Shulk is, kettő piros van náluk. Érkezik a végső képesség, illetve Wunder benn van a kampújával, érkezik a Hextech végső képesség. És nézd meg, itt van Nagne, itt van egyébként még Shulk, őket lehetne büntetni, egy jelző, két jelző, így kábítva van a mélyfogyasztásra, hogy kiment, gyilkosság a gyilkosságért, viszont még Kobi próbált volna valamennyire egyébként válaszolni, és első torony az, ami ismét Ninjáknál landol. Első gyilkosság, első torony. Jól tudja eddig meglépni ezeket a mérkőzéseket a csapatuk, de a válasz ugye megérkezett. És folytatódik az, hogy az első gyilkosságok azok a NIP-nél landolnak. Nézzük is, a Gletscher Burton nagyon szépen, talán ezt követően jöhet. Még a falhorog, CC Lock, szevasz, ennyi. Nagninak gyönyörű a visszadobása, pont ezért gyógyítani is kell Kobinak. Majd utána Shulkra jó a mélyfagyasztás, ezt követően pedig a Brown passzív. De nagyon szépen fordul vissza Nagné, illetve Shulk a sebzésre. Itt Rashyt is meg lehetett ölni, de összességében 2-1-es volt a csere. Méghozzá a Splice tudta jobban most megjátszani. És ugyanaz első tornyot elhozta a NIP, de rögtön válaszolt rá a Kígyók csapata. És minimális 200 aranyos különbség van, úgyhogy az első tornyot és az első gyilkosságot is az NIP hozta el. Nem túl sok ez a különbség. Mm-hmm.
Miközben egyébként ugye érkezik a Splice csapata ide a hírnök környékére. Próbálnak őrszemeket takarítani, de Sprattel egyébként egy kicsit makacs, úgyhogy nem akarja olyan könnyedén ezt hagyni. De hát más választás ugye nincsen, hiszen az ember előny jelenleg a Splice-nál van itt a középsősvény környékén. Nézd meg, ott azt a rész abszolút hidegen hagyja az NIP-t. Tehát most oké, és megint van egyébként ott a középsősvénynél, ahol Nagné járkál. Egy láthatatlan összeműködnek a villania. Miközben villania kell, érkezik a végső képesség, de mellé ment a lámpása, meg lehet menteni a lövészt. Gletscher szakadék, illetve egy másik... Miközben a kezdeményező Wunder nagyon jól tud megérkezni. Egy gyilkosság, még egy gyilkosság. Vándor, a kettős gyilkosság az, ami Senkax kezében landol. 4-2 az állás, ki tudnak lépni a hírnökre. Édesanyám, egy dolgot mondj meg nekem. Hogy az Istenbe hozott el két gyilkosságot a Splice úgy, hogy minden egyes ultit elbasztak. Bocsánat a szóért. De mindent mellé lőttek. Ez is. De mindent. A Sedge ulti mellé ment, Abraum ulti mellé ment, Kobinak a romláslánca mellé ment. Szóval így, már majdnem, hogy azt mondom, hogy a Senkax ultia, ha tudott volna, akkor mellé ment volna, csak ezt nem tud. Nézzük meg a visszajelzést. Villani fog ugye Hikyu, azzal kezdi az egészet, amikor meglátja, hogy itt van Mikey. Rögtön a halapús vagy elől. Hopp, itt van egy ulti, ami mellé megy. Itt van még egy ulti, ami mellé megy. Itt van egy darab emberes kábítás. Ott fogja ellőni a másik ultit. De ide, szóval egyszerűen... Szörnyű. És így minden mellé ment, így is. A Splice tudott elhozni kettő gyilkosságot, plusz még ugye a hírnököt. Az NIP-nak nagyon gyorsan menekülnie kellett volna, csak már nem nagyon tudtak ugye mit csinálni. Sprattel kihasználta a lámpását, de körülbelül ennyi volt, amivel segíteni tudott a csapattársain. Kéket pedig Senkax kapott. Hát, nem ittak elég célzó vizet, de hát a sebzésük még elég volt. Úgy látszik, hogy egyes csapatok, amik mondjuk banánt tesznek, meg műzli szeretek, hát addig ők a célzó vizet nem húzták most le, majd a következő szünetben, de a kezdeményezés Sprattel-től pont nem volt jó. És ugyanoda ment egyébként mind a halálos ítélet, mind pedig a hanghullám, tehát hogyha ezt egy picit visszább lövissuk, tehát hogyha mondjuk így kalkulálnak a visszavonulásra, akkor esetlegesen el lehetett volna kapni a bátorkodó trashit. Profit pedig egyelőre nagyon kevés sebzéssel, inkább megint csak mostanában ez a, vagy legalábbis ma, tegnap nem feltétlen, de ma abszolút ez a Jarvan építkezés, ami megszokott, hogy rögtön egy bokor mellé, ezt nem akarom még egyszer kimondani ezt a szót, találjunk ki rá valami jobb fordítást, bokor mellé. Hogy lehet egy mellény bokorból? Fogod a kis nádast, csavarsz magadnak belőle egy jó kis, Jézus, kis ruhát a testedre. Miközben ugye a Splice érkezik, itt van a hírnök is, amire a skillshot repertoár után tudtak kimozdulni mindenféle ellenállás nélkül. Öt ember és egy hírnök az, ami jelenleg a középsősvény tornyát tolja. Nekik elég, hogyha ezt a tornyát egyébként elhozzák. Onnantól pedig, ha tud még Robika egy kicsit haladni, akkor haladhat. De hát itt már nem fog nagyon haladni, hiszen Shook rögtön föltartja, kér tőle egy autogramot. Ó, maga az Robert! Oho. Felkiáltással, és közben Hikyu az, aki egyedül magányosan vándorol. De Sprattel szívesen megsegíteni egy jó húzással itt a környéken, ami nem ment. Sikerült. Tehát, ha most azt nézzük, hogy ki talált, akkor igazából Mikey-nak jó volt a harapós fagya, megint csak jó Shookra, ott van kettő jelző, el tud jönni még Shook, de nagyon szépen zárta a szöget Nagné, nem volt esélye most a Splice-nak berobbannia arra, hogy Shookra jó volt a kezdeményezés, ez mindenképpen Thalia ügyességét mutatja, egyedül ő az, aki még nem halt meg, illetve természetesen Sprattel, de azért ő egy thrash, akinek van kifárasztása például. Egyébként égetés ezen a mérkőzésen nincsen egyik támogatónál, sem középsősvényesnél sem, hanem inkább a kifárasztással próbálnak majd operálni, ami azért kellhet is, azért Jarvan is képes sebzést kiosztani egy-egy jó csapatharcban. Shook is még egy kb. 5-6 percig fog sebezni, a másik oldalról pedig jó lesz majd Wunderre, vagy akár Senkaxra az a kifárasztás. De ettől függetlenül a Splice torony előnyben és arany előnyben vezetheti tovább játékosait.
mi lesz a következő célpont, kedves Zimi? Alsó ösvény külső tornya esetleg, utána pedig egy jó kis óceán sárkány elhozata? Szerintem ez egy jó lépés egyébként, hogyha ezt tényleg meglépni a Splice. Nézd meg egyébként ugye a környéken van Trash is, lehet, hogy inkább csak egy sutyarákra fáj a foga, de amúgy meg tudnának indulni, hiszen... Ultik vannak? Hát igen, egy mellé ismét! Kubia. Hát... A mesterlövész színvonalat most ezen a mérkőzésen nem mutatja be nekünk, de... Ez egy kalkulált ulti volt véleményem ez szerint. Ez egy olyan ulti akart lenni, hogy azt gondolt, hogy Hikyu hamarabb nyom rá a lámpásra, és időközben kapja el az ultival. Érted? Hát, ajjaj, Sprattle-nek kell mennie, a piros éget rajta, illetve elkezdődött a mélyfolyasztás jelzőjének is összegyűjtése Trashy által. Őt pedig ugye lassítani nem lehet most már majd, amint megkapja a sebzést. Hát igen, a kis folyamatábránk második része ez megvalósult. A sárkánynak kilépett ugye ez Spike csapat. Egy óceán sárkány az, ami jelenleg az övé, így a regenerálódás jó, teleport érkezik a középső ösvényre, és Wunder, illetve Senkex elindult, és utána gond nélkül Profit megállította a saját teleportját. Nem igazán értem, hogy ez azon kívül, hogy ugye visszább lépjen a két játékos, mire volt jó, de mondjuk azt, hogy nekik így már megérte, és érkezik megint a lámpás, rá kell kattintani, ki kell innen menni, hiszen érkezne megint egyébként Trashy, és az ellenőrző őrszem egyébként már egy jó ideje szúrja a Splice szemét, hiszen ez az, ami megakadályozza, hogy igazán őket abban az érkezésben. Abszolút. Viszont most jól megkapta az a kis ellenőrző őrszem, többet nem fog nekik fogfájást okozni, és ki tud lépni a Splice az alsó ösvény külső tornyára, így a folyamatábránk működik, csak pont hátulról kezdték el, ugye először egy sárkányt, majd utána egy tornyot, és ha már... Ez tökéletes, hogy 17 meccsből 17 sárkányt hozott a Splice, konkrétan ugye egy sárkányt hoz el meccsenként. Ez a 17. meccse a Splice-nak, és a 17. sárkánya. Nem mondanám, hogy a Splice túlságosan sárkányt orientált játékot játszik. Orientált, de ettől függetlenül legalább egy sárkányt elhoznak meccsenként. Szóval... ugye a folyamatábránk annyiban tévedt, vagy legalábbis az előjóslásunk, hogy ugye nem talált az ulti. Igen, viszont talál a sárkány, dühe kiment, a romláslánc a végre talált, egy gyilkosság az, ami oda vándorol, és érkezik a gárda. Ott lehet tartani, hiába menekült volna el. Két gyilkosság vándorolt a ninjákhoz. Hát ilyen, amikor az a fajlalt villanyal, és a hashtag ultimátumból nem sok mindent tud téged elrepíteni. Szegényként, hogy milyen jól nézett ki, tudod, ez a... Nem is tudom, volt valami ilyen játék, ami felhúzod, és így visszacsapódik. És ott is felhúzta, és oda csapódott a hashtag ulti falának konkrétan szegény Profit. Igen, miközben Nagnira érkezik egyébként a dozer, viszont a megtisztulás, hát. Megvilágosodás, mert keverem, annyira brutális akciót kapott az arcába Nagne. Az összes idézői képességét el kellett használnia. Viszont újabb gyilkosság a Splice-nál is visszajátszás. Méghozzá, hogy a Nagnira érkező visszajátszás jön. Ugye Wunder, illetve Kobi és természetesen Trashy van. Itt gyönyörű egyébként még azzal, hogy villanással is tud menekülni szegényként, de villanásra ugye villanás volt a reakció. Ez pedig még az előtte lévő csata beugrik Shook, de nagyon jó. Kobinak a pozícionálása őt nem lehet elkapni, ezt követően pedig a falhorog után tökéletes időbe hozza azt... A Hextech ultit már elindult a lámpással kifelé szegény Profit, amikor már megvolt a Hextech ultinak az animációja, és pont leért a Hextech ulti, mikor belecsapódott. Hihetetlen ezeknek a srácoknak az időzítésük, az a fajta reflexük, amik tényleg megmutatják, és ezek a gyönyörű játékokat, ezekkel a gyönyörű játékokkal elkápráztatnak minket. Igen, tehát most kicsit a Camille ilyen poppy szindrómában, és nézd meg, megint az a frány, hallod, a játék eleje óta van ott mindig egy Splice-os őrszem. Mindig. 20 perce ott van az őrszem, nem az az őrszem van ott, de ez mindig frissítik azt az őrszemet. Ki van taposva, mint az utak. De konkrétan oda, mint hogyha a Splice oda elültetett volna egy ilyen őrszem, mi az, magot, és oda mindig nőne egy őrszem, amit az NLP soha nem vesz észre, és bármennyire is szeretnének a középső ösvényre fordulni, bármennyire szeretnének majd a barom felé fordulni,
ott mindig látni fogja őket a Splice. Hihetetlenül jó. Most már persze előrébb tolták az őrszem hálónak az arcvonalát, meg is tehetik. De egyszerűen ez brutális volt. Érkezik a fal, illetve érkezik a teleport is. Senkax az, akin a hankulám talál villennie kell, de a háttérben Nagne az, akit le lehet törölni a föld felszínéről. Ilyen, amikor visszakezdeményeznek rád. Az ötlet jó volt, hiszen érkezett a gárdája a ninjáknak, viszont innentől kezdve ez egy üldözés lesz, és érkeznek a vad kutyák, legyen az mondjuk egy Wunder, érkezik a Hextech ultimátum, és ki kell rugni belőle ahhoz Wundert, hogy el lehessen menni innen, viszont a gyengék szétszórása után elég sebzés érkezik még az arcába Shouknak, és igen, ez az, amikor egy Olaf amúgy kisétált volna. Abszolút! Csak te ugye nem egy Olaf vagy, úgyhogy... Viccen kívül egyrészt nem kellett volna annyi időt eltöltenie, hogy a rugdolódzon, meg rugdolódzót játszon. Haku! No, de mindegy. Vagy ha még annyi időt is tölt, nem tudom. Ebbe a kompozícióban Lee Sin semmit nem tud csinálni. Viccen kívül. Kobi az előbb nagyon szépen villant, ugye, hogy ne visszafele, hanem hátrafele legyen kb. Rugva. De amúgy másra meg, hogyha ráfordul, akkor kész, vége. Nagni elkezdi majd itt a fércelt falat ezzel, ugye kiszedi Syndrából az ugrás, pontosabban a villanást. De nézd meg, Thresh-i rögtön kezdeményez is, őt lassítani nem lehet. Rajta van a passzív pajzs. Szevasz! Nem tudnak mit csinálni. Ott van még Hikyu, menekülni tud, de Shouk így lemarad. Hextech ultit ugyan ki tudja dzsúkolni, mert kirúgja Wundert belőle, de aztán talán a gyengék szétszórása, majd utána kicsit overkill a kategóriában. Senkex megnyomta az R betűt. Az csuma. De viccen kívül, bocsánat, de az előző mérkőzésre annyiban visszatérve, hogy az előző meccsen Amazing Varmogot épített Sejura, és szerintem egyébként jobb ez a lovagi esküs második tárgyas buli. Főleg már Kobinál van a korona egyébként. Megint érkezik egyébként a Splice Gárdai. Négy ember az, aki ott van, és közben Wunder az, aki el tud táncolni. A hankulám talál rá, hiszen csapdába lépett, vissza is kell rúgni a sárkány dűjével, de érkezik a Hextech ultimátum, és nézd meg! Szétpüfölte még így is azt a lövészt, meg lett állítva. Tény és való, de hát ilyen, amikor kekeckedsz egy Camillel. Visszanyar az a bizonyos fajlát, főleg ha Hextech ultimátummal köszöni meg azt, hogy odarúgtad a lövész arcába. Konkrétan. Kekecmill, tehát hogy így azért elég durva. Hát főleg, belegondolsz, egyrészt folyamatosan tudta használni, ott volt a Tiamatja, és még ugye a háromság hatalma már bőven kész volt. Ellenállása pedig mind a Jauri mökléből, mind pedig a tolvaj súranóból, és még a pajzsból is van. Ez ilyen picit miszkommunikáció. Wunder ugrana előre, megkapja Shouktól a hanghullámot, ezt követően pedig Beam rárúgja konkrétan Hikyura. Csapatmunka. Abszolút. Így jön szegénz, brátel, mondja azt, de itt van lámpás, pajzs. Hagyjuk már. Főni, segítek, jövök, főni. Mindegy. Hát Főni szegényként most nem ért oda, Senkex nagyon szépen egy kék erősítéssel bőszíti fel a sárkányt. Ezt követően pedig, ugyan itt van Shouk, de ez sűű mellé ment, mármint hogy a... Shouk nem elő. Shouk. Besúkolta. Máshogy erre. Mikor már mindegy egyébként. És amikor ott is volt egy Pima szörszem egyébként, amely között pont a sárkány kis verme mögött. Nagyon jó. Eddig a Splice szörszem játéka abszolút, azt kell, hogy mondjam, hogy rettentő jó. Nem feltétlenül kell nem érdekmennyiségű őrszemet kihelyezni, viszont hogyha jó helyre helyezett ki ezeket az őrszemeket, akkor szevasz, mindenféle mozgást lehet látni az NIP részéről, hogy merre szeretnének védekezni, merre szeretnének mozogni. 20 másodpercig még ugyan elérhető a Baron Nashor, de ez körülbelül arra lesz jó, hogy gyorsan mindenki még hazatérjen, Thresh is le tudja szedni majd ezt a sutyit, aztán még pontosan lesz annyi ideje, hogy hazateleportáljon, vásároljanak gyorsan egyet, megint Wundert szeretnék büntetni, de ő azért el fog tudni ebből menekülni. Az utolsó minikrúg, vagy hogy hívják, babakrúg, vagy mi csecsemőkrúg, az még életben marad, de hát ez van. Wow.
És megint, bocsánat, de megint ez volt. Az NIP tök jól kezdett, jó, tök jól, tehát hogy legalábbis jól kezdett. Jól kezdett, jó volt egy-két hívás, első torony, első gyilkosság, első szép ágozdulások, de egyszerűen viccen kívül nem tud mit kezdeni a Splice-nak a HCC-ivel, és mindenkinél van HCC, mindenkinél. Nem fog tudni mozogni az NIP. Hát, igazából már a hős választásnál lehetett tudni, hogy ebből mozgás nem igazán lesz. Aztán ráhoztak egy Lee Sin-t, aki hát az őrszemugrással ki tud jönni, esetleg egy sárkány dühével, de hogy jön neki pont ezen de a csapat hogyan? Ellen? Mármint, hogy alapból ki tud, de hogy ne. Ilyen tozó. De alapból, hát, persze. Alapból, de nem ezen a mérkőzésen, szóval, hogy... De nézd meg, talán megint... Jó, és a legjobb, hogy... Azt mondjuk, hogy nem tud kijönni, mert annyi kábítása. Mellé mentek a végső képességek annál csapatharcnál, és még ott is a Splice egyébként persze. Azt mondta, hogy hát főni mellé ment, de hát most meglettek a gyilkosságok, innentől kezdve pedig mindegy, mit csinálunk. Viszont legalább Suk is átvette, hogy mellé menjenek a hanghullámok az előbbi sárkánynál, meg aztán pláne. Nagnének nem jó a visszadobása, innentől kezdve nincsen sebzés jelen esetben Táriában. Wunderre jó a feldobás, profit, szépet sebez, itt van. Igen, itt a kataklizmá. Viszont Wunderre nincsenek, fogja, kiugrik belőle, és nézd meg igazából. Jön még profit, illetve érkezne még Hikku, de hát elhesegeti őket egy aprócska lábrúgással, ami egyébként ugye nem érte el egyiket sem, de közben mit csinál a Splice? Négy emberrel tolja a felsősvint úgy, hogy közben gond nélkül egyébként tud Wunder bármerre garázdálkodni, hiszen áldozni kell rá legalább két embert, vagy hát a közelben kéne lenni. Ja. Suk hanghulláma pedig betalál egy tankra, hát és most ezzel mit csinál Suk? Amit tudsz csinálni, folyamatosan semmit. Dobálgatod őket, hát ha valami értékesebb célpontot találsz el, miközben a dozer egyébként ismét elindul. Wunder volt az most, aki a célpont alatt volt. Ki kell ugrania egyébként Mikinek. És érkezik a fal oldalról. Itt van Nagne, de nézd meg, próbál beállni rögtön Trashy a sebzés elé. Sikerül eltalálni, őt meg is lehet ölni. És innentől kezdve mit csinál a nép? Hát Jézusom, mit csinál? Annyit, hogy ott hagyja a lövészét meghalni, hiába volt ott a lámpás. Az már nem véd meg senkit egyébként. Maximum az ő lelkét tudná begyűjteni. Ha nem csapattárs lenne. Nézd meg, felsősvényes toronyra tud kilépni a Splice egyébként. Az inhibitort is pont ugyanolyan játszik, könnyedséggel tudja majd elhozni egyébként. De most Splice utána annyit csinál, hogy visszafordul. Az NIP vagy... mi az Istent akart azzal, hogy kiment már megint? Nagné ment előre, fú, fércelt fa, fú. Júj, Hikyu megy előre, mint valami bolond gomba, szedi a lábát. Mm-hmm. Nagyon szépen ott ugye megmentik még profitot. Ez gyönyörű. Egy gyilkosság megvan. Innentől kezdve le kellett volna csak üldözni és megvédeni ezt a tornyot. Nem? Mit csinál Nagné? Megyek előre! Gyertek ti is! Hopp! Én most már itt meghalok, elvillanok rögtön, Suknak is vissza kell mennie. Hikyu pedig előre marad, vagy előre ragad, főleg úgy, hogy Senkex talál egy darab katapulta, majd utána jöhet a végső képesség. Miért akarok arcoskodni egy olyan csapat ellen, aki 10 000 aranyjal megy? És egyszerűen nem tudom meglepni. Tehát az a legparább a Splice-ban most, hogy ki az Istent lepsz meg? Kire fogsz ráugrani? Max, Senkex és Kobi az, aki talán egy picit büntethető lenne. De egyrészt ők is tudják valamilyen szinten védeni magukat. Ha van Kobinak mondjuk egy végső képessége, akkor azzal tudja magát védeni. Senkex ugye gyengék szétszórásával tudja magát védeni. De ettől függetlenül nem tudod meglepni őket. Nagné ezt akarta. Ha rögtön kapta a Trashy-től az áldást. Hát igen, és most ugye elkezdte a baronna sort a Splice, és érkezik a ninják csapat, de mi történik? Érkezik válaszként ugye a sebzés rengeteg. Sikerül elkapni Nagnét. Ki is lehet onnan utolni, legalább annyira ki lehetne, hogyha lenne a pont az a kicsi sebzés, ami a Braum Kúból megérkezett, és mit csinál most a Splice? Leköveti a ninjákat, más nem is kell tennie, próbálnak menekülni még, de mit csinálhat közben? Senkex megérkezik oldalról majd, és próbálna még egy Sprattelt elkapni, aki táncol a képességek között, de valami jelöl nem lehet elmenekülni. Vége. Ez pedig a halál. Vége. Innentől kezdve pedig két játékos az, ami a ninják oldalára ott lenne, hogy talán még valami kis védelmet nyújthasson, de hát mit védesz meg magadon kívül? Talán még magadat sem tudod. Na jó, profit. Még magát meg tudta menteni egy villanás után. És nézd meg azért, hogy vissza meg kataklizma! Ez pont olyan volt, mint az én 4 emberes. Ez tökéletes volt. Annál, amikor játszottuk azt a nem tudom már melyik streamen,
és már verték a bázisunkat, de én azért még kimentem egy VQ kombóra, Alisztárral, négy embert feldobtam, de semmi értelme nem volt. Na ennek a kataklizmának pontosan ugyanúgy semmi értelme nem volt, de legalább meglettük, hogy négy embert be lehet zárni abba a kataklizmába. Elférnek de a rolót, egy ilyen is. De a rolót azt igen, tehát hogy sok jó ember, vagy nem tudom. Tehát a rolót azt viszont nem tudom, az NIP-nek kéne valahogy leúzni. Nagyon-nagyon elszámolták magukat a választási és tiltási fázisban véleményem szerint. Már egy Braum Sejuani olyan kombó, ez a két karakter már egy olyan kombó, amire jóformán fel lehet húzni egy egész csapatot. Erre ott van még egy Varus, erre ott van még egy Syndra, és legvégén meg behozza Wunder élete első LCS keményjét. Vicc, bocsánat, de ez tényleg egy vicc volt. Tehát, hogy ha mindenki vásárolt volna egy sejelmemet, az is kevés lett volna. Vásárolt egy, bocsánat, nem is nem. Néztem. Tehát, hogy... Nem vett. Akkor miről beszélünk? Tehát, hogy egyszerűen soha nem volt villanása az NIP-nak, mert egy-egy kezdeményezésre muszáj volt elhasználniuk. Soha nem volt megtisztulás a KB Nagné-nak, mert rögtön, ahogy ráérkezett, valami el kellett használni. Szegény Sprattel kire kezdeményezzen azzal a fresh-sel? Bárkit behúz, jó, egyrészt Kobit nem nagyon találta el, mert messze volt. Senkax, nem biztos, hogy a legjobb, hogyha behúzod azt a színret, aki még utána négy golyóval mindenkit KB-t. De legyen még ő egy jó. A többiek viszont, Jézusom, hát nem akarod, és Súk is. Babám, olyan jól kezdte azt az elejét, ott volt, szépen ütött rajta, megpróbált valahol egy kis dominanciát kialakítani a saját ösvénytársaival, aztán pedig így eltűnt. De hát ez Lee Sin. Nem tudom, viccen kívül lehet, hogy Maokai vagy egy Olaf jobb lett volna. Szerintem az Olaf egyébként nem azt mondom, hogy mérföldekkel, hanem biztos, mint mondjuk a föld, meg mondjuk a nap. Szóval, hogy így lett volna sokkal jobb választás, de helyette lett egy Lee Sinünk, aminek voltak sárkánydühei, amik arra voltak jó, hogy amikor a Camille ulti megérkezett rá, akkor ő kirúgta belőle, aztán menekült volna, ha nem lett volna 8 tanány kábítás. Ennyi. Az a baj, hogy például, tehát, hogy ott van egy Lee Sin, akinek kell a mozgástér, tehát az, hogy ő tudjon pattogni jobbra-balra, és jól tudjon pozícionálni. Tudod, egymás között. Igen. Ott van egy Jarvan, aki akkor fogja tudni kiosztani a sebzését, ha szintén ő is kap időt is, illetve olyan szintű mozgásteret, hogy tudja majd kiosztani a sebzést. Egy Nagnénak kulcsfontosságú lenne, hogy visszadobjon valakit a kőgörgetekbe. Ezek sehol nem volt, és akkor ne beszéljünk HQ-ról, nem a Caitlyn választással volt a probléma, úgy gondolom. Caitlynnek a gyengítése véleményem szerint nem számít olyan nagyon sokat, maximum csak annyit, hogy kevesebbet lesz a tiltó listán, de ettől függetlenül Caitlyn maga ugyanolyan erős maradhat, de hát az, amikor Súk rárúgja Caitlynre a Camille-t, hát ez mi volt, barátom? Tehát, hogy... Gyere, Súk, öljük meg Wundert! És mondj, ezt hikjuk. Eljátsszuk, jó? Gyere, Súk, öljük meg Wundert, figyelj ide, rúgd be a torony alá, ne rám, a torony alá rúgd be! Erre rárúgja konkrétan Caitlyn, aki így áll, hogy lövöm a hálót, jaj, ne! És már belementem, nem tudom. Kiment lényegében egy másik szurdokba, és... Mit csinál Wunder? Jó, itt egy lövész. Meg őt elviszem, utána mehet tovább a srácok. Megölhettek, csak még ezt a lövészt elviszem előtte. És hiába jött az a lámpás egyébként. Ott is volt, hogy jól emlékszem, ott lámpás. Ott is volt. Hát a leges legvégére Sprattel oda. Igen, oda vágta a lámpás. Srácok, ja, mindig. 2v1-ben úgy ölte meg HQ-t Wunder, hogy belépett egy csapdába, hátba rúgta őt Súk, folyamatosan sebezte még a torony is. Szóval, mi kell még az NIP-nak, hogy egy 2v1-es szituációt megnyerjen? Nem tudom. Alapvetően biztos vagyok benne, hogy az NIP-nak a választásain változtatni kell a következő mérkőzésen, mert ez így nem megy. De nézzük meg, mi is történt ez ezen a meccsen. Ez a kedvenc jelenetünk amúgy. Ez az egyik kedvenc jelenetünk, igen. Az összes ulti mellé megy. Hallod? Minden! Srácok, mi a taktika? Lőjetek mellé, mindent elég sebzésünk van. Minden mellé megy. Szarok. Tehát így... Hát a színre végső képesség. De azt meg nem tud mellé menni. Hát de most viccen kívül. Itt ugye, amikor beragad profit. Tehát amikor nem tud kijönni a Hextech ultiból. Szevasz, Kobi, tök jó a villan. És nézd meg, profit. Menne ő.
Hopp. Nem mész. Milyen rossz érzés lehet egyébként, amikor látod a fényt az alagút végén, és hirtelen egy vonat jön veled szemben, nem pedig azt, hogy ez az, hogy bajban vagyok, srácok, dús, lámpa, meg. Na, hát ez a vonat jelen esetben a Splice volt, egy CC vonat volt konkrétan a Splice, és boom, rommá szedett mindent. Most a kollégák is, mármint a berlini kollégák is azt mutatják, amiről beszéltünk folyamatosan, hogy tök jó, ott van, első tornyot megint elhozták, tehát az 50-ről 56%-ra nőtt most ez az arány, az első gyilkosságot megint elhozták, de 78-79%-ra nőtt az arány, az arany különbség a 15. percnél egy picit rontotta, de még mindig megvan, az átlagos, pluszos, tehát az early game-mel semmi baj nincsen az NIP-nál. Egyszerűen mid-game-be megőrülnek, kész. Elindul a fiesta, vagy véget ér a munkaidő, vagy nem tudom, hanem... Lehet, utána kinyomják a monitort. Á, srácok, eddig nyertünk, nyomjuk ki a monitort, legyen esélyük. Mindegy. Nem tudom. Egyszerűen nem tudom. Sprattel ugye beválasztotta ezt a thrash-t. A másik nagy kedvenc, vagy legalábbis választások alapján nagy kedvenc hős a Tom Kench. Még akár azt mondom, hogy Tom Kench-el is nagyobb biztonságban vannak. Legalább ki volt egy... vágva, nem? Ki volt? Lehet, ki volt vágva. Már lehet kell a meccseket, de szerintem ki volt vágva. De ettől függetlenül, ha meg ki volt vágva, akkor meg GG Splice, tehát hogy akkor meg egy jó elgondolás. Viszonylag nagyon korán hozta el egyébként el ezt a thrash-t is. Uh-huh. Főleg úgy hozta el, hogy egyébként már megvolt a Braum-Seju választás. Ugye az első választás volt Caitlyn. Uh-huh. Erre rögtön reagált a Splice egy Braum-Seju-val. Kobe pedig nulla halállal egy várusszal. Érted? Lehet, nem sebzett olyan hú, de eget döntő, pont romboló dolgot. Pont a szülinapomot sebezte, 420-at. 420? Percenként. Az a szülinapot? Negyedik, 20-a? Zsír. Na, a jövőre lehet majd küldeni ajándékot Ziminek. De egyébként nem csak az volt az érdekes, hogy nem halt meg, hanem hogy a gyilkosságok 76%-ánál ott volt. 76. És azt nézzük, a legnagyobb védelme az a romláslánc, ami mellé ment néha talált. Viszont itt az a pif! Azért szegénykém itt akkorákat fejeltek, hogy az valami borzalom. No de, elmegyünk gyorsan egy 5 perces szünetre, és jövünk vissza Ninjas in Pyjamas Splice második mérkőzésével. Splice vezet 1-0-ra. Nem jöttek sehova.